A gonoszok eljövetele. Peter Gallagher, Csankó Zoltán. Jamie Lynn Sigler, Kisfalvi Krisztina. Christine Lehmann, Orosz Anna. Jenna Boyd, Pekár Adrien. További magyar hangok. Barbinek Péter, Zakariás Éva, Nárai Erika, Vári Attila, Sesták Szabolcs, Epres Attila, Renát Zoltán, Németh Gábor. Susanna Thompson, Csere Ágnes. Peter Fonda, Újréti László. Zenéjét szerezte Jeff Rona. Fényképezte Steve Cousins. Írta John Schreiben. Rendezte Bill Eagles. Áú, ez fájt. Azt mondta, nem fog fájni. Azt mondtam, csak egy pillanatig fáj. Hát ez nagyon fájt. Mázlid van, hogy nem Emilyvel csináltattam, mert ő estig keresné a vénámat. Köszönöm, Dr. Foster. Szívesen. Szervusz, szívem. Talált ki, kik vettek új kocsit. Kik? Kerjőrék. Emlékszel Tomra és Májrára? A lányok Szará egy osztályba játszik. Már is sorban állsz, hogy hazahozd? Igen, és itt parárezik az egész felső 10 000. Vettek egy Bentley-t, el tudod ezt hinni? Te akartad, hogy a régi iskoládba menjen. Nekem az állami is megfelelt. És nézd meg, mire vitted. Hogy állsz a munkával? Időben otthon leszek. Nem ezért hívtalak. De igen, de nem zavar, hogy ellen. Nőzsül, szeretem. Szia, anya. Jól van, szeretlek. Én is szeretlek. Szia. Szia, kicsi. Szia. Na, pattanj be. A New Yorkiakat alaposan megrémítette a délutáni csúcsforgalom idején elkövetett roppantás. A hatóságok szerint az incidens valószínűleg a szervezett bűnözés számlájára írt. Tégy próbára. Azt hiszed, hogy igen, pedig nem. Azt se tudod, mikor láttál először. Dehogy nem. Te gólya voltál, én pedig negyedéves. Segítkeztem az emberi szexualitás szemináriumon, amire jártál. És a férfi reprodukció során leplezetlenül megbámultál. Nagyon megalázó volt. Nem. Egy bulin találkoztunk először, de olyan részeg voltál, hogy nem emlékszel. Felajánlottad, hogy ingyen megvizsgálsz. Állított-e? És nem leplezetlenül bámultalak, hanem igenis megvetően néztelek. Megvetően? Igen, mert akárhányszor elhangzott a pénisz szó, nevettél. Honnan szedtük ezt a szép gyereket? Ilyen szép zsinórokkal a fülében. Kicsim, csatlakozz hozzánk. Hm? Itt vagyok, nem? Nem kérdez szertet? Nem mehetnénk haza. Egyáltalán nem emlékszik. Tudod, ma különleges nap van. Ma nyafogás nélkül megírod a leckédet? Apa. Nem hiszem el, hogy elfelejtetted. Mit? Mégis mit? Áruld már el. Nem. Viccesebb, ha kínozlak. Ó, a kórház az. Ó, szívem. Az ügyeletes orvosnak családi gondja van. Na és a te családod? Sajnálom. Orvos vagyok. Mit tehetnék? Ma estére egy kis ünneplést terveztem. Halasszuk el holnapra. Holnap nem érek rá. Jóga órában. Ó, életmentés, jóga. Igazad van, az fontosabb. Taxi! Hányra érsz haza? 2-re. Meg akarsz várni? Sziasztok! Szia! Sziasztok! Szia! Sajnálom. Semmi baj.
Hékás, ez egy kórház. Tűnj innen! Nyomás, nem szabad itt lenne. Tűnés! Gyerünk már, menj innen! Hess, hess! Emlékszel? Hát persze, hogy emlékszem. Az első együtt töltött éjszakánk volt. Csak még lengébb öltözékben voltál, valami latin halandzsát kántáltál, azt hittem, misét mondasz. Mint hajdani minisztráns fiút, ez nagyon felizgatott. És ne felejtsd el. Ó, rossz kislány. Azt akartam, hogy pontosan ugyanolyan legyen. Szuper. Ó, de fincsi. Emlékszel, hogy akkor éjjel írtál egy verset? Jaj, ne is emlékeztess. Micsoda este. Remek füvecske. Repülök akár a fecske. Tiszta Ginsberg. Tiszta a koki. És te hozott. Jó itthon lenni. Tudod mit? Na? Szerintem most még szebb vagy, mint 15 évvel ezelőtt. Köszönöm. Annie! Nézd.
Enni. Annie! Ant hívtad a sípszó után, hagyj üzenetet. Szívem, én vagyok. Hívj vissza. Yoga stúdió. Megmondaná, hogy a feleségem bejelentkezette ma reggelre? Hogy hívják? Ann Foster. Nincs a füzetben. Segíthetek még valamiben? Nem, köszönöm. Illetve, ha látja, szólna neki, hogy hívjon fel? Hogyne. Köszönöm. Szia, hol van anya? Azt hiszem, valamiféle programja van ma reggel. Nem tudod, hol van? És mi beszekedtetek múlt éjszaka? Nem beszekedtünk. Miért? Mit hallottál? Örjöngést a hálószobából. Te zártad be az ajtót az éjjel? Nem te voltál? Vagy olyan részeg voltál, hogy nem emlékszel? Tudsz valamit a jóga óráról, amire anyád jár? Mr. Holterrel? Nem, de azt tudja, hogy nem reggel 7-kor van. Hol voltál? Jó reggelt, Paula. Elkéstem, doktor úr. Nem, dehogy. Csak azt hittem, Ann az. Hogy? Mondta önnek, hogy ma reggel elmegy valahova? Nem. Hol van? Azt hiszem, elment. Elvinni Zét iskolába? Nem kell, babysitter. Anyád is minden nap elvisz. Azért, mert önkéntes felvigyázó. Hát most Paula visz be, délután pedig én megyek, érted? Nem késik el a kórházból? Nem, ma nem megyek be. Értem. Szia, Paula! Gyertek már! Zee! Hey, Zee! Hello, Sarah! Hol van a mamád? Tegnap este összevesztek apával, és most biztosan vásárlással kurálja magát. Én nem ezt hallottam. Mr. Holter ma nem jött be. Helyettesítik. Na és? Mindenki róla beszél és a mamádról. Mi van velük? Hogy jóban voltak, és hogy együtt jártak jógára. És lehet, hogy együtt léptek le. Eddig azt hittem, hogy meleg. Lehet, hogy biszex. Sarah, hagyd már békén! Zee, tudom, mit érzel. Az apámnak viszonya van, az anyámnak is. Nem nagy ügy. Figyelj, tornaórán mondd azt a tanárnőnek, hogy megjött. Leülünk és kiröhögjük a kövér csajokat. Nekem még nem jött meg. Nem fogja ellenőrizni a bugyidat. Bár szívesen megtenné. Ha a felesége holnapig sem kerül elő, jelentse be az eltűnését. De miért csak holnap? Ilyenkor van egy 24 órás várakozási idő. De mégis mi az ördögért? Mert legtöbbször előkerülnek. Na és ha mégsem kerül elő?
Akkor bejön az őrsre és bejelenti. 24 óra alatt sok minden történhet. Nem várhatok annyit. Ez a bevett eljárás, uram. Eha. Halló? Halló? Kivel beszélek? Kérem, hagyjon békén. Asszonyom, bocsásson meg. Azért hívtam ezt a számot, mert keresek valakit, akinek EH a monogramja. Az Evan. Evan? Evan Holter, a fiam. A fia tanár egy gimnáziumban, ugye? Kérem, hagyjon békén. Kérem. Asszonyom, a feleségem tegnap többször is hívta a fiát. Tudnom kell, milyen ügyben. Beszélnem kell önnel. Mit akar? Mrs. Holter, Michael Foster vagyok. Jöjjön be, mielőtt meglátnák. Ki nem láthat meg? Evan itt lakik önnel? Tegnapig így volt. Mi történt tegnap? Nem tudja? Nem, ezért vagyok itt. Evan nem jött haza, ezért körülnéztem. Ezt találtam. A neje írta, igaz? Mi ez? Mit gondol? Nem tudom. Ön szerint ezt enni írta Evannek? Közülük való. Kik közül? Jó gyerek volt, amíg nem találkozott vele. Ő vette el tőlem. Várjon, azt állítja, hogy ennek és Evannek viszonya volt? Azt hitték, nem tudom. De a késő esti telefonok, a titkos találkák. Titkos találkák? Miről beszél? Én csak a fiamat akarom. Ki fog törődni velem? Ki? A tünetei szív problémákra utalnak. Nézd meg a leleteit. Foster, azt hittem beteget jelentett. Nem. Dr. Tanner itt van? Igen, a feleségénél. Köszönöm. Elaine. Van változás? Nincs. Jerry, van egy percem? Nem tűnhetett el csak úgy. Ez képtelenség. Tudom. Felhívtam a barátait, a szüleit, az iskolát. Felhívtam minden kórházat a városban. Mondd el, hogy szerinted mi történt. Van egy tanár a lányom iskolájában. Úgy tűnik, hogy ő és Ann jóban voltak. Ugyanakkor tűntek el. Szóval azt hiszed, hogy viszonyuk van és leléptek? Nem, nem hiszem. De együtt jártak jogázni. És Ann állandóan hívogatta. A férfi anyja meg van győződve róla, hogy volt köztük valami. Michael, ugyan már. Tudom, hogy minek néz ki, Jerry. De nem veszem be. Minden esetre szükségem van egy kis Szabira. A végére kell járnom ennek. És törődnöm kell a lányommal. Rendben. Tedd, amit tenned kell. Kösz. De miért nem mondtad el? Mert nincs mit elmondanom, kicsim. Nem tudom, hol van. Talán egy kicsit egyedül akar lenni. Nem már, apa. 13 éves vagyok. Tudom, mi az a viszony. Az egész suli tudja. Ne higgy el mindent, amit a suliban hallasz. Sajnálom, kicsim. Tudom, milyen nehéz lehet ez neked. Nem, nem tudod. Fogalmat sincs róla, mit érzek most. Semmit sem tudsz rólam. És anyáról sem.
Hudson Yard, 1476. A pénzügyi hírek élén szerepel az a bejelentés, hogy a milliárdos ingatlan fejlesztő Thomas Carrier megbízást kapott egy Iker felhőkarcoló megépítésére Manhattan belvárosában. A hatalmas beruházást Carrier fiai Andrew és ifjabb Thomas vezetik majd. Visszahívlak. Még nem nyilatkozott. Nem hívott, és üzenetet sem hagyott. Hát nem érti, hogy a... Dehogy nem érti. Nem átlagos üzletasszony. Tudja, hogy mit akar. Az orvos pedig kérdezősködni kezdett. De nem fog választ találni. Ne etes, Kárla. Fickó hibát hibára halmoz, de elég egy kampányfilm, és már is 3 ponttal jobban áll a francba. Találkozz végre Carrierrel. Jól van. Mikor? Ma este. Ma este? Ma este, Cynthia. Ott leszel? Jól van, Carl, ott leszek. Sajnálom. Semmi baj. Örülnék, ha polgármester lennél, anya. De attól még nem bulizhatsz Paris Hiltonnal. Dehogy nem. Szia. Megmondanám, erre van Evan Holter szobája? A folyosó végén jobbra. Köszönöm. Nem jelentkezett még? Ön Elizabeth apja, ugye? Igen, az vagyok. Maga ki? Maggie Rule vagyok, az egyik tanára. Akkor ismeri Evan Holtert? Ő és a feleségem jóban voltak? Biztosan tudja, hogy Ann kutató szellem. Hát igen. Evannel mindketten kíváncsiak. Lelkesen kutatták a mi világunkon túli világot. Tényleg? Nem nagyon beszélgettek Ann hitéről, igaz? Nem igazán. Az egyetem óta nem. Vallástörténetet tanítok. A gimnázium minden osztályában. Az a holdkerék.
Egyfajta Wiccan naptár. Wiccan? Az boszorkányság, igaz? Számos hitrendszer gyakorlatában találhatók természetfeletti vagy varázserők, varázsigék, rituálék és Covennek nevezett gyűlések. Szóval a feleségem boszorkány? És Evan Holter? Ő is az? Hát... Akkor ott vannak? Most egy ilyen Covenben vannak? Nem tudom. Nem érdekel, ha a feleségem boszorkány. Csak vissza akarom kapni. Annie! Kik maguk? Ön Dr. Michael Foster? Igen. Ő itt Hawks nyomozó, én pedig Gamble vagyok. Megvan a nejem? Nincs, viszont lenne néhány kérdésünk. Hogy jutottak be? A hölgy engedett be. Ah. Szed a felesége valamilyen gyógyszert? Nem. Van anyajegye, hege, tetoválása? Volt rajta valamilyen ékszer? A jegygyűrű. Nyomozó. Azt hiszem, a nejem csatlakozott egy szektához. Ezt miért nem mondta, amikor betelefonált hozzánk? Csak most tudtam meg, hogy van egy tanár a lányunk iskolájában. A neve Evan Holter. Ugyanakkor tűnt el, mint a feleségem. Azt hiszem, hogy együtt vannak ebben a dologban. Van valami ötlete, hol lehetnek? Nincs. De azt hiszem, ebben a vallásban, vagy szektában, vagy bárminek is hívjuk, rendszeres Covennek nevezett gyűléseket tartanak. Szóval azért tűnt el, az éjszaka közepén, hogy templomba menjen. Az a véleményem, ha rájövünk, hogy ki van a Coven mögött, megtaláljuk a nejemet. Nos, lehet, hogy nem akarja, hogy rátaláljanak. Személy szerint engem nem érdekel, hogy Jézusban hisz, vagy Buddhában, vagy Tom Cruise-ban, de tapasztalatom szerint, ha két felnőtt ember együtt tűnik el, Doki, hotelszobába mennek, nem pedig egy Covenbe. Doktor úr, megengedi, hogy bűnügyi mintát vegyünk? Tessék. Ez vér. Nagyjából 24 órás. Jól van, Doki. Jóval régebben ismerlek, Tom, mint szeretnélek. Nem mondom, hogy ellenségek voltunk. Még akkor sem, amikor a városi tanácsban voltam, te pedig megpróbáltál keresztbe tenni a város polgárainak. Az csak az üzletről szólt, sosem kettőnkről. Majdnem soha. Szóval, most mi lenne az üzlet? Polgármester leszel. 15 pontos hátrányban vagyok, de az is lehet, hogy 20-ban. Az megváltozhat, ha akarjuk. A polgármester veszíteni fog ősszel, te fogsz győzni. Ha megegyezünk. Miről beszélsz? Fogadd meg a tanácsomat, és nőni fog a népszerűséged. És te mit nyersz az egészből? Egy befolyásos barátot. Nem vagyunk ellenségek, de azért nem neveznélek a barátomnak. A közbiztonság lesz a jelszavad. A polgármester nem tudta fenntartani. Dehogy nem, Tom. Egyetlen terrorcselekmény sem volt az elmúlt években. Cynthia, vannak, akik a szívük mélyén tudják, hogy ez a világ rossz. És bármi áron megváltoztatják. Mit mondtál? Semmit. Jól vagy? Ó, persze. Mi van ennel? Nem tudom. Nem is tudtam, hogy ismered Fosterikat. Elaine néni mutatott be nekik a karácsonyi partin. A múltkor együtt ebédeltünk. Te is, Anne? Igen, nagyon kedves volt. Állandóan a babáról kérdezett. Szóval aggódsz valami miatt?
Lehet, hogy csak paranoiás vagyok, de nagyon sokat rugdos, és szerintem túl nagy. Megnézzük, aztán visszamegyek az igazi betegekhez. Alex. Mi az? Pont ahogy gondoltam. Egészséges kislány. Csak eszembe jutott, hogy Elaine nénéd mennyire a részese akart lenni. Jerry bácsi, kaphatok egy fotót? Nem jó a printer. Ó, értem. Hoztam neked valamit. Mi az? Ajándék neki. Engem se hagy ki. Volt rá példa. Ez fű. Rágni kell. Bagó. Ettől mókásabb lesz a biosz. Mai órán a főbb szervrendszerekről tanulunk. Kedves, hogy csatlakoztam. Az első a keringési rendszer, aminek a lényege, hogy vért pumpáljon a tüdőbe és onnan a test többi részébe. Gondolom, mind tudjátok, hogy a szív a pumpa. Az endokrin rendszer a hormontermelésért felelős. A következő az emésztő rendszer, amely a táplálék feldolgozásáról gondoskodik. Jól van, elég legyen. Fejezzétek be! Jaj, Zi! Szia! Leülhetek? Hogy vagy? Bárcsak meghalnék. Tudom, milyen érzés. Nekem az iskolabuszon jött meg először. Nem akartam felállni az ülésről, és a sofőrnek kellett kirángatnia. Mindenki engem bámult. Nem számít, mit gondolnak mások. De igen, számít. Már így is különcnek tartanak. Na és? Mind különcök vagyunk. Anya is ezt mondja. Lobogjon a különc lobogó. Nem is tudom biztosan, hogy mit jelent. Az édesanyád különleges ember. Mindig hű önmagához. Miss Rule, ön sem tudja, hol van, ugye? Nem. Zi, megbeszéljük, mi történt ma? Léci, hagyj békén. Nem beszélhetnénk? Nem. Kicsim, tudom, hogy én nem vagyok anya, de talán tudok segíteni. Tudod, néha az apák is tudnak segíteni. Maggie, Michael Foster vagyok. Jó estét. Köszönöm a tegnapi beszélgetést. Szívesen. Nézze, mindent meg akarok tudni Anne hitéről, amit csak lehet. Meg kell értenie, hogy az általuk megbolygatott erő ősi és mérgező. A rituálék veszélyesek. Eltorzíthatják az érzékelést. Az ember könnyen megzavarodhat. Aggódom en miatt. Hol van most a Coven? Hol találkoznak? Ezt titokban tartják. Valakinek tudnia kell, különben honnan tudják, hol találkoznak? A gyűlést a főpap vagy a főpapnő hívja össze. És a hívásra a 13-ak összegyűlnek. Jól van.
Rendben. Egy hívás. Ez hogy történik? Manapság az emberek e-maileznek. Ugyan már? És mi csináltak az e-mail előtt? A legenda szerint egy bizalmas érkezik. Mi ez a bizalmas? Egy állat, amely egy boszorkány irányítása alatt áll. Lehet farka, solló... A Covent valamely sötét célból hívták össze. Jobb, ha vigyáz. Ez is biztos a huligánok műve. Igazad van, papa. Épp most szállítják el a helyszínről a hullát. Még sosem láttam ehhez hasonló sérüléseket. Szóval akkor ön ugyanazon az emeleten lakik, igaz? Igen, a mellette levő lakásban. Hallottam, ahogy sikoltozott. Mindent félborított, borzalmas volt. Ma éjszakára be kell jönnöd. Nem, nem megy. Ez felidézett valamit, amiről azt hittem már a múlté. Max Ravynek semmi köze nincs ehhez. Azt hiszem, nagyon is köze van hozzá. Azután minden megváltozott, én magam is. Ennél Z is megérezte. De elrendeztük a dolgot, és visszahívtunk dolgozni. Jerry meghalt. Cserben hagytam. Rohama van, doktor úr! Tahikard! Húzza be a függönyt! Igyekezzen! Michael! 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 Mások is vannak, akiknek szükségük van rá. Nagyon is egyetértek. A feleségem. És a lányom. Akkor Maia, te vagy az ügyeletes. Nincs vita. A polgármesteri székét folyó versengés, ami eddig sima győzelemnek látszott a jelenlegi városvezető Russell Moore számára, úgy tűnik komoly küzdelemmé alakul. Miután kiszivárgott, hogy az ingatlan fejlesztő mogul, Thomas Carrier támogatja Cynthia Ulekon kampányát. Elemzők azt jósolják, hogy Carrier pénze és befolyása közelebb juttatja Ulekotot a város legfontosabb posztjának megszerzéséhez. Csókolom. Sziasztok! Öveket bekapcsolni. Szia, hol vagy? Saránál. Milyen Saránál? Szere Carriernél, az egyik barátnőmnél. Szeretné, ha náluk aludnék. De holnap iskola van. Éppen azért. Együtt éljük meg a házinkat. Nem tudom, kicsim. Anya elengedne. De anya most nincs itt. Jól van. Rendben, de hívj, ha kell valami. Kösz, apa. A Katrina hurikán pusztítása arra emlékeztet minket, hogy bolygónk domináns ereje a természet, függetlenül attól, hogy az emberiség mivel áltatja önmagát. Ez szuper, másoljuk be. Nem másolhatjuk be, Sarah, az plagizálás. A saját szavainkkal kell leírni. De mi is ezt írnánk. Mondjak valami vicceset. Anya és apa, azt szeretnék, ha olyan lennék, mint te. Nem már. Hallottam.
Mindent hallok. Nem érdekel, nem szeretem, ha hazudnak nekem, Tommy. Mondtam, hogy apánál voltam az irodában, és sokáig dolgoztunk. Dr. Knight szeretné, ha bemenne hozzá. Előbb benézek a feleségemhez. A látogató van nála. Azt mondta, a család barátja. Azt hiszem, hall engem. Megmozdult az ujja. Csak reflex, nem érez semmit. Akkor itt az idő. Talán ma éjjel. Biztosan ma éjjel. Beküldöm Andrew fiamat, hogy segítsen. Szálljon be! Nem hallotta? Szálljon be! Mi a fene ez? Mit művel? Csak magamat védem. Maga szerint keresnek majd lövedéket, ha lezuhan? Miről beszél? Tudni akarom, hogy egész pontosan mi történt, amikor a felesége eltűnt. Ezért rángatott fel ide? Már elmondtam, 2-kor értem haza a kórházból, és tartottunk egy kis ünnepséget. Adott magának valamit? Egy kis füvet. Elszívtunk pár jointot. És aztán? És amikor felébredtem, már nem volt otthon. Azt mondtam mindent. Mindent, Doki! Mindent elmondtam, nem tudok többet mondani. Hazaértem, mókáztunk egy kicsit, aztán elaludtam, hülyeségeket álmodtam, és mire felébredtem, eltűnt. Szóval álmodott? Igen. Miről? A nejemről és a lányomról. Őrültség volt az egész. Vér a falon, fekete madarak, semmi értelme sem volt. Elemeztettük a vért, amit a lakásában találtunk. Nem emberi. És akkor mi van? Csak egy álom volt. Néhány dolog valóságos volt, míg mások csak a fejében történtek meg. De az egész arra szolgált, hogy magát elvakítsák, és ő visszamenjen. Hova menjen vissza? A gyűlésbe, a kovenbe. Nem érti? A régi világrendbe, az ősi módszerekhez. Ez az, amit akarnak. Kicsodák? Kikről beszélünk? Ők is emberek. Egyszerűen emberek. De elég egyetlen egyszer belekóstolni, és már nem tud szabadulni. Akár egy pokoli drog, nyers, valódi, hamisítatlan erő. Érti már? Ha egy ilyen városban szabadon engedik, úgy terjed, mint a futótűz. És ha azok az ingatlanbárok rájönnek, hogy nem csak épületeket birtokolhatnak, hanem minket is, akkor itt a vége. Még egyszer köszönöm a meghívást. Olyan kihalt a lakás, amikor Steve nincs otthon. Már nem sokáig. Én csak... sajnálom, hogy Elaine nem lehet itt. Én is. Itt meg a tejet. Sokáig én sem hittem el, csak amikor meghalt valakim. A fiamat lépre csalták. Hívő lett. A boszorkányság gyakorlója. Gondolom, feldühített valakit, mert 3 éve kicsinálták. Azt hiszem, ismeri a nevét, Doki. Megtartotta az anyja vezeték nevét. Max Révi. Én voltam a fia orvosa. Sajnálom. Nem a maga hibája. Dehogy nem az én hibám. Emlékszik, magas láza volt, aminek nem találta az okát, és aztán nem sokára meghalt. Ez a fekete vér, ugyan már, Doki? Nézze, tudom, mit gondol. Ugyanezen mentem keresztül. De amikor Max
meghalt, rávettem magam, hogy kinyissam a szemem, és meg kell mondanom, hogy elég ijesztő dolog. De nem vagyunk egyedül. Vannak még hozzánk hasonlók. Beszéljen. Majd jelentkezem. Jól vagy? Nem. Nem, Jerry bácsi, nem érzem jól magam. Nem. Van összehúzódás? Igen. Igen. Koraszülés. Megszületik a babád. Istenem! Beviszlek a kórházba. Itt az idő. Nyugtatót adtam neki. Órákig aludni fog. Casa, Azote, Borus, Atosa, Deba. 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 Nem megy. Kifelé. Casa, Azote, Borus, Atosa, Deba. Casa, Azote, Borus, Atosa, Deba. Casa, Azote, Borus. Ez a fiú? Igen, Andrew. És az anyja nem tudja, hogy Greget várt? Nem. Casa Azote, Borus, Atosa, Deba. Casa Azote, Borus, Atosa, Deba. Casa Azote, Borus, Atosa, Deba. Engedjük el. Jaj, ide. Yeah.
Ne, nézd. A ház szívében. Az ágyban egész pontosan. Mit jelent ez? Hát, tudja, jelentheti, hogy valaki el akarta... vakítani? Hogy ne vegyem észre a szökését? Szükségük volt valami bájitalra, és egy elrejtett talizmánra. Talizmánra? Egy rituális erővel felruházott tárgyra, ami átkot hordoz. Nézze, Michael, a lényeg az észlelés, hogy olyasmit lásson, ami csak részben igaz. De elment, ugye? Tényleg elment. Nem szabad mindent elhinnie, amit lát. Köszönöm a segítségét. Ki volt az? Csak egy barátom, Tommy. Milyen barátod? Egy barátom. Hogy beengedtek? Az apámé az épület. Oké. Latinul van, háromszor kell elmondanod, mielőtt lelépsz. Mi van? Rajta, menjünk. Gyere! Aditum aetra. Aditum aetra. Aditum aetra. Napi választási vitában Russell Moore polgármester vérre menő küzdelmet folytatott kihívójával Cynthia Hurekottal. Az egyre népszerűbb korábbi városi tanácsos a jelenlegi városvezető közbiztonsági politikáját támadta, míg a polgármester azzal vágott vissza Hurekottnak, hogy félelmet gerjeszt az emberekben. Zee! Zee!
Zíkelj már fel! Gyerünk! Ébredj már! Léci, ébredj fel! Szia! Sarah! Tudom. Ez hihetetlen volt. Sarah, hol van Tony? Gondolom, otthon ébredt fel. A frászt hoztad rám. Nagyon jó cucc, de vigyázni kell vele. Mi történt? Hidd nekem. Ez csak a kezdet. Elaine. Thomas. Jó, hogy visszatértél. Fáradtnak tűnsz. Nézd csak magadra. Mondj, Jerry, hogy van? Azt hiszem, eltűnt a rák. Hihetetlen. Igazi csoda. Az orvosok állítólag nem hisznek a csodákban, szívem. Beszélhetnék egy percet négy szem közt Thomas-szal? Tessék. Jerry, üzleti ügy. Azt hiszem, ideje vizitelnem. Istenem, Elaine, olyan gyönyörű vagy. A férjemből semmit nem tudok kiszedni, mintha egyáltalán nem olvasna újságot. Hogy alakul a kampány? Esik szinti a népszerűsége. Tudtuk, hogy ez lesz. Benne van a dologban? Benne lesz. Ideje akcióba lépnünk. Minden készen áll. Épp itt az ideje. Meg akartalak várni. Tudtam, hogy részese akarsz lenni. Most azonnal csókolj meg. Rettenetesen furcsa álmom volt, miközben kómában voltam. Senki sem maradt az egész földön. Üresek voltak az utcák és az épületek. Senki, csak én. Aztán egy hangot hallottam. Ők a halottak. Téged ismerlek? Igen. Sarah nagybátyja vagy, Andrew, ugye? Igen. Láttalak abban az előadásban. A pomádé volt, ugye? Igen. Tony vagyok. Szuper voltál. Hová tartasz? Suliba. Máshova nem venném fel ezt a cuccot. Van, aki elvigyen? Nincs. Egyedül is megoldom. A szüleim elutaztak, a házvezetőnünk meg egy liba. Úgyhogy... Hát, én is elvihetlek. Oké. Meg
meg fognak találni. Esküszöm, hogy megtalállak. Halló? Beszélhetnék Ennel? Megtudhatom, ki keresi? Dr. Foster, nem tudom, emlékszik-e rám. Rachel Coulson vagyok. Jerry Tanner unokahúga. Rachel, persze, hogy emlékszem. Hogy van a kisbaba? Minden rendben? Csak beszélni szeretnék Ennel. Nem tudom, hogy már hazament-e. Még nem jött haza, még mindig nincs meg. Nagyon sajnálom, én... Segíthetek valamiben? Nem, nem olyan fontos. Rachel, hajnali 3 óra van, biztosan fontos. Hát, folyton rémálmaim vannak. Milyen rémálmai? Mindenki azt mondja, megőrültem. De Istenre, esküszöm. Ez nem rémálom, hanem emlék. Aznap éjjel. A kórházban ikreket szültem. Nem ismerem az esetét, sajnálom. Talán halva született, vagy elvetélt? Nem, semmi ilyesmiről nem volt szó, higgy el. Egyet elvettek. Kik? Istenre esküszöm. Egyet elvettek. Séta közben nagyon vigyázzon az állványra, majd benézek. Rendben, köszönöm. Úgy örülök, hogy látlak. Hallottam erről. Még mindig semmi. Semmi. Na és, hogy érzed magad? Alig várom, hogy hazamehessek. Azt hiszem, óriási szerencsém volt. Soha életemben még csak nem is hallottam hasonlóról. Valóságos csoda. Az orvosok nem hisznek a csodában, Ilé. Michael, ismered Thomas Carrier-t? A lányom Elizabeth az unokája Sarah osztálytársa. Kicsi a világ. Nem sokára otthon leszel. Igen. Úgyhogy erősítsd magad. Igenis. Doktor úr, ön ismeri a modern orvostudományt. Néhány napja élén még haldoklott. És most ez? Mi történt? Magyarázza meg. Meg sem próbálom. De mi történt? Magyarázza meg. Biztos, hogy ez az? Apa holmiában találtam a címet. Anya ezt üzente Mr. Holternek. Tudnom kell, hogy miért volt itt anya. Értem, de miért ennyire undorító ez a hely? Úristen! Szerinted Mr. Holterrel volt itt? Azt hiszem. Kifelé! Futás! Gyerünk! Bébi, kérdezhetek valamit? Aha. Elmondhatom ezt másoknak. Szerinted? A szüleim megvennének, de a barátaim nem csinálnának ügyet belőle. Igen, de nem kockáztathatjuk meg. A jövő hónapban leszek 18, és akkor már elmondhatom. Nem, Tony. Senki sem tudhatja. Miért nem? Nagykorú leszek. Kit érdekel, mit gondolnak? Olyan leszek, mint... Ann Nicole Smith. Te meg az idősebb gazdag pasi. Fogd már be a szád. Ne haragudj. Azt hiszem, tudom, hogy tehetnéd jóvá dolgot. Szeretném, ha
átvennél egy csomagot a részemre. Egy csomagot? Üzleti ügy. Egy kicsit zűrös. Tetszeni fog. Cynthia Vulekot polgármester jelölt töretlen kampánya részeként ma gyűlést tartott a belvárosban, hogy megünnepelje a kampány drámai fordulatát. Azonban a jelenlegi polgármester még mindig előnyben van. És elemzők szerint, ha csak nem történik valamilyen előre nem látható esemény, Moore polgármester valószínűleg ismét győzni fog. Az anyagból? Semmi között hozzá! De igenis van! Aggódom érted, és aggasztanak az új barátaid, főleg az a Sarah Carrier! Neki semmi köze hozzá! Nem engedem, hogy találkozz vele, és hogy átmenj hozzájuk. Punktum! Tessék! Ő a legjobb barátnőm! Hát ha ezt tőle kaptad, akkor nem a barátnőd! Ezt boszorkánysághoz használják, nem igaz? Lefogadom, hogy a szülei is benne vannak, nem igaz? Felej! Igen, oké! Az egész családja most örülsz! Tartsd távol magad tőlük. Én nem értem pontosan, hogy... Anya értette. És te nem tudtad. Semmit sem tudtál róla. És ha igazán vissza akarod kapni... Vissza akarom kapni, és meg akarlak védeni. Nem tudom, hogy ez valami vallás, vagy szekta, vagy mi, de veszélyes, és nem akarom, hogy bajod essen. Megtiltom, hogy a közelükbe menj! Zi? 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 Aditum aetra. Aditum aetra. Aditum aetra. Zi? Aditum aetra. Michael. Jó reggel, doktor úr. Van valami újság? Zi eltűnt. Már átkutattam a környéket, felhívtam a rendőrséget. Felhívtam a barátait. Nem tudja, hová mehetett? Nem. Tud valamit? Igaz, Paula? Nem, nem tud. Paula, beszéljen, mondja el, mit tud. Semmit. Zi? Ó, hála Istennek. Hol a pokolban vagy? Egy barátnőmnél. Tudom, hogy nem Sarahnál vagy, mert felhívtam őt. De akkor mégis hol vagy? Apa, nem árulom el, tudok vigyázni magamra. És mióta? Hát, mostantól. Már nem vagyok gyerek. Akkor ne viselkedj gyerekesen, és azonnal mondd meg, hogy hol vagy! Ne haragudj. Nagyon megijesztettél. Láttam, mit tettél. Legalábbis azt hiszem... Tudod, úgy érzem, már semmit sem értek, mióta az anyád eltűnt. Pedig igyekszem. Zi, segítened kell. Igen. Tudod, talán
Talán mi ketten, te és én együtt, talán ki tudjuk deríteni, hogy mi ez. Apa. Apa, egy barátnőmnél vagyok. Jól vagyok, elmegyek suliba, és aztán hazamegyek. Kérlek, apa, bíznod kell bennem. Bízom benned. Maradj, ameddig akarsz. A szüleimet egyáltalán nem érdekli. Még nincsenek is itthon. Jó, kösz. Ha benézel a fiókba, találsz pizsamát. Szerető egy éjszakára és az összes többire. A. Ó, jaj. Beszélni akartál velem. Thomas, mindent megtettem, amit kértél. Elvégeztem minden rituálét, pedig nem is tudom, mire valók. Nem is kell tudnod. Tudod, mire vagyok képes? Azt hittem, elfelejtetted. De még több munka vár ránk. A harcnak még nincs vége. Milyen harcnak? Meg kell értened. Te erre születtél. A véredben van. Ez a háború több mint 2000 éve kezdődött. Egy olyan istenben kezdtek hinni, aki nem létezik. Az őseidet megbélyegezték. Akiknek a birtokában volt az igazi erő. Helyre kell tennünk a dolgokat. Ideje helyre állítani a rendet. Eljött a mi időnk. Rosszul viseled, hogy távol vagy tőlük, igaz? Tudom, hogy nagyon szereted a férjedet és a lányodat. Az áldozat a szeretet végső bizonyítéka. Adj magadból. Nekünk. Értünk. Értük. Mindent megtettem, amit kértetek. És nagy árat fizetek érte, egyre gyengébb és gyengébb vagyok. Mindig van tartalék. Én betartom a megállapodásunkat. A családod biztonságban van. Ezt nem tennéd. Csak azt mondom, hogy én betartom a részem. Te is tartsd be a tiédet. Jerry, diabéteses vagy? Mindnyájunknak vannak titkai. Miért vagy még itt? Kutattam egy kicsit a korlapok között. Kitalálom, Max Ravy. Igen. Nem én öltem meg. Persze, hogy nem. Te csak kezelted. Nagy különbség. Nem, azt hiszem megölték. Tessék? Nem tudom hogyan, vagy miért, de magas helyen akarhatták a halálát. Magas helyen? Szóval a boszorkányoktól eljutottunk a kormányzati összeesküvésig. Lehet, hogy a kormányzat műve, de inkább a maffiájé, vagy egy szektájé, vagy ilyesmi. Szerintem ent is ők kapták el. Emberrablás. Rendben, a szövetségi bűnügy. Felhívjuk az FBI-t, és ezt elmondod nekik is. Tudom, hogy mennyire fájdalmas, ha olyan valaki támad hátba, akit szeret. De nem hiszem, hogy viszonya volt Jerry. Nem hiszem. De akkor miért hagyott el titeket? Miért tette? Nem hagyott el! Valaki elvitte! Azt hiszem, valami nincs rendben ebben a városban. Azt hiszem, valami nincs rendben ebben a kórházban. És nem nyugszom, amíg a végére nem járok. Mondjuk, hogy igaz. Mondjuk, hogy van valami összeesküvés. Betegeket gyilkolnak, és embereket rabolnak el az otthonukból. Valamilyen gyalázatos tervnek a szolgálatában. Mondjuk, hogy igaz. Akkor mégis mekkora esélyed van? Ha tényleg ekkora hatalmuk van, le fognak csapni, mint egy legyet. És azzal kinek segítesz? Ne folytass keresztes háborút, Michael. Inkább orvosként segítsd a világot. Megyek, megnézem Elaine-t. Carrier, az ingatlan mogul a Vulekot legnagyobb támogatója.
Igen? Én vagyok. Találtam valamit. Ki beszél? Gamble? Hé, a hetesen. Gamble? Michael Foster vagyok. Nálam vannak Elaine Tanner korlapjai. Valami nem stimmel. Megmondtam, hogy ne hívjon itt. Beszélnem kell magával. Figyeljen, még egyszer elmondom. Szőkehajú legyen, zöld szemű, nem dohányzó. Felfogta? Ma este. És ne hívjon, majd én hívom. Jó. Megrándult a nyakam. Anne. Mike. Én vagyok az. Evan. Evan Holter. Mi mindig itt vagyunk. Anne, én lelépek. Téged is viszlek. Mi? Fel tudsz állni? Mit csinálsz? Anne, hát nem látod? Kihasználnak minket. Főleg téged. Még sosem volt ilyen kimerítő. Ez a legutóbbi. Nagyon erős volt. Majdnem végzett veled. Azt hiszem, valamiféle tűzbűbáj volt. Anne, emberek fognak meghalni. Anne! Hozok segítséget. Evan? Miért nem vagy a szobádban? Csak látni akartam Ant. Nem gondolod, hogy pihennie kéne? De, persze. Jó ét, Abigail. Felszáll! Ezek az emberek bizalmatlanok. Csak úgy fogadják be, ha mindent elmond. Ez kész őrület. Vegye le rólam ezt az izét. Hogy hívják? Michael Foster. A feleségét elvitték, Tucker, akárcsak a tiédet. Mi a lánykori neve? Putnam. Anne Putnam. A Putnam család ősi és erős vérvonal. Van gyerekük? Egy lányunk van. A felesége ugyanakkor tűnt el, mint egy Evan Holter nevű tanár. Bemutatom az új barátait. Ebben mind együtt vagyunk. Gyertek ide! A neve Thomas Carrier. Azt hiszem, ő áll az egész mögött. Azt hiszem, ő hívta össze a kovent. Ezt mire alapozza? Lehet, hogy köze van a fiam halálához. És egy ember feltámasztásához. Feltámasztották? Kit? Elaine Tanner-t. Azt hiszem, viszonya van Carrierrel. Rákja volt. A nő meghalt, klinikailag halott volt. De hirtelen teljesen felgyógyult. Azt hiszem, hogy valami rendkívülit csináltak. De nem hiszek a varázslatban. Pedig jobb, ha elkezd hinni benne.
Kapaszkodjanak, nem fog a fék! Jól van? Igen. Folytatjuk. Magyar szöveg Mészáros Gyöngyi, hangmérnök Horváth Gézoltán, vágó Szemerédi Gabriella, gyártásvezető Derzsi Kovács Éva, szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a TV2 megbízásából a Masterfilm Digital készítette.